Ebben az esztendőben is a Szent István Művelődési Házban rendezték meg a borászok országos találkozóját. A Bormustrán hazánk legkiválóbb borászatainak nemes nedűit kóstolhatták meg a borkedvelők. A Barik Borbár hagyományteremtő szándékkal 6. alkalommal invitálta meg a mai magyar borokat előtérbe helyező, a hazai borkultúrát ápoló ínyenceket a Szent István Művházba. Az ötletgazda Fáncsi Viktória álma valóra vált, szombaton este zsúfolásig megtelt a Szent István terem. Az alapötlet az egyébként gyakorlatilag egy korábbi fehérvári rendezvényhez kötődik, ami is 2012-ben volt, még nem az én szervezésemben, ott vendégként vettem részt, és hát ez annyira jól sikerült, hogy én megkerestem az akkori szervezőt, és kértem, hogy esetleg folytathatnánk együtt, vagy tudok-e neki bármilyen segíteni, mondta, hogy ő többet nem szeretne ezt rendezni, de nagyon szívesen átengedi nekem a terepet, és hát végülis 2016-ban jött létre az első. Az alapötlet egyben meghatározta a meghívottak sorát is. A Szent István Művelődési Házban természetesen itt voltak a legendák, hazánk legnevesebb pincészeteinek képviseletében, és bemutatkozhattak a Fejér megyei térség borászatai is. Gyakorlatilag évborászai, borászok borászai eljöttek, úgyhogy igen nagy nevek is megtalálhatók a repertoárban. Ugye elég Balla Gézát, Ács Károlyt, illetve Szentesi Józsefet említenem, hiszen mind a hárman borászok borászai. Vannak évborászai, kókborászat mögöttem, ugye Borbé Tomi, aki ugye 2020-ban lett ugye az évborásza. Úgyhogy nagyon nagy nevek vannak, és hát ami a legfontosabb azért nekünk még mindig az a cél, hogy a helyi borászatokat be tudjuk mutatni, úgyhogy a Nemcehitó környékéről, illetve Móról is elég szép számmal jöttek a borászatok. A koronavírus járvány okozta kényszer szünet után az alkalom meghozta a várt sikert, hiszen szerte Fejér megyéből érkeztek látogatók, hogy megkóstolják a legkülönbözőbb érlelésű és fajtájú borokat.